Sziasztok srácok, Sárkaik, ez pedig a Maffia. És a... Hát igen. Ja, csak simán a Maffia, és akkor folytatom az itt. Nem igazán volt eddig videó, mert... Nem volt rá lehetőségem, megfáztam. De így mindig meg vagyok fázva, de... Úgy éreztem, most már szükség van a videóra, és most van is lehetőségem, mert... Mindegy. És akkor folytassuk is. Verjük szarrá Morello kocsiait! Udrat lesz akik ez a paszkalap. Te Póli, mi van veled? Semmi. Jó vagyok. Azért sajnálom, hogy összeverték a kocsit. Ez semmi baj. Megzavadtak magányos recskázásomban. Te szoktál? Hát persze, csak nem a taximban. Hát én a... A kérem a... Én otthon szoktam. Nem mondod. Wow! Jézusom! Na, ez már sokkal faszább kocsi, mint az előző. Ezzel lehet rendesen repeszteni, meg jól is veszi a kurva kanyarokat. Úgyhogy minden nagyon fasza. Mindjárt megérkezünk a célponthoz. Tudod, Tomi? Egyszer volt nekem kiskoromban a játék Matchboxon. Hát a Matchboxon. Igen is? Hát, játszottam vele, és odajöttek a huligánok, Morello emberei. Szétverték nekem is a játékkocsiaimat. Nem mondod? De igen! Tudod mire? Nem. Stukker elkezdtek lövöltözni felém, és elmenekültem Mr. Salieri-hez. Akkor már ilyen 20 éves körül volt. Komolyan? Ja! Nem fogod elhinni, mi történt. Elküldött engem, hogy verjem szét az ő matchboxeikat. Hé, ugyanaz történik vele? Hát jó, csak nekem nem a taximat verték szét. Azt a kurva nem áll. Szemmel meg tudod, mi történt? Ne. Ezért éppen 20 éves körül lehetett, akkoriban jöttett, mint én. És egészen pontosan ment a csajához, de útközben Morello emberek kirángatták az autóból. Tényleg? És mi történt? Hát, elkezdtek lövöldözni fel, és elmenekült Mr. Salieri-hez. Akkor ott iszogatott a párjában. Megöltük az embereit, és ja. Az fasz a Póli, de én most megyek és szétarom az ő kocsit. Csak hogy kell kiszállni. Megvan. Hosszan nyomtam a jobb klikket. Mindig amikor elkezdtem játszani ezzel a jatekkal, akkor mindig nehezemre esett megtalálni azt a kiszálló gombot, mert hozzászoktam a GTA San Andreas-hez, és akkor mindig az F gombbal akartam. Hoppa. Okay. Melyik a séta? Oké, shift-tel sétálok. Ale! Melyik út visz Budára? Szóval. Kár ezért a szépségért, de hát most mit tegyek? Egy, kettő, három, négy. Te kis puzi! Hová? Itt is egy kicsit megsimogatom, mert hogy már csak az egyik oldala legyen olyan! Na, ez az. Kérlek, egy orrot fúj, dob be. Oké, mi a fasz? Hülye vagy kocsi, bazd meg, majdnem ellöktél! Majdnem átraestem azt a jó kis öltönyet, tönkretetted. Ó, a fenébe. Kicsit. Innen is itt. Nagyon fasz. Fú, csak nehogy kijöjjenek ott azon az ajtón, látják. Normális, hogy bazd meg! Hát megint majdnem hátraestem. Hát ilyen önvédelmi funkciója van ennek a rohadt kocsinak. Fasza. Melyik kicsit. Jó volt, és a lesz. Nagyon jó lesz. Szebb lesz, mint új korába. Még azt a dobozt is a hátulján szépen meggörbítem. Pedig, hát jó, mondjuk most nem olyan modern tud. Imádom ezt a játékot. Hagyj vissza, Salieri, szállja. Hogy kell eltenni a... ezért fegyvert, ma nem kéne, hogy... Hide. Igen, így. Ez lesz. H, mint hide. Elrejti. Gyorsan, befelé! Aztán nehogy elkezdjenek üldözni, mert volt rá példa, hogy ütött, bár mondjuk van molotov koktélom is. Meg kéne dobni a kocsikat molotov koktéllal, csak úgy spontán. Bocs. Menj már az útba, vazd meg!
Éppen most vettem szarra 3 kocsit és menekülnöm kell. Az volt, hogy nem lehet őket csak úgy szimplán kinyifontani, pedig tök jó lenne ott az összes Morello emberkét. Nyisz, szétvág! Már tűzoltóautók is vannak? Kérem. Ó, basszony, nagyon rossz felé jöttem. Na, nem baj. Ismerem a helyet, mint a tenyeremet! Bocs, nem volt direkt. Esküszöm, nem direkt volt, majd küldöm a számlát. Amiért összetörted a kocsimat! Ó, lesz majd egy jó kis küldetés, nem is egy erre. Itt ennél a fickónál. Itt lehet szerelni kocsit. Ó, fel sincs nyitva. Fasza. Akkor meg később lesz. Egyedjétek meg, hogy fújjak egy kis orrot, mert elég ravadt jó vagyok. Kicsit le is parkolok ide. Így. Mit csinálsz, Tobi? Orrot fújjak. Oké, mehetünk. Na szóval, Póli, hol fejezted abba? Hát kérem, akkor szemmel elmentünk Morellónak a bárjához ide, és akkor is ilyesmi kocsiai voltak, mint most. Hát bazd meg, most honnan tudod, hogy milyen kocsia van? Nem is lát. Hát szerintem ugyanaz volt, majdnem két egyforma, meg egy piros, aki lögdös. Ne bazd, téged is lögdösött az a kocsi? Ja, majdnem hátra estem, és a Calvin Klein öltönyön majdnem kárba vészett. Az fasza. És mi lett? Hát, összetörtük bészpózitővel. Azt jöttünk tova. Nem mondod. De. Aztán mi? Hát semmi. Aztán képzeld el, szemmel. Akkorban volt egy másik ember, egy harmadik közöttünk. Csak nemrég halt meg, tudod? Ja. Az volt a neve, hogy Frankie. Frankie? Hát... Frank. Csak Frankinek neveztük. Aztán ő is ilyen újonc volt, mint te. Csak ő korán meghalt. Aztán kérem azt a történt, hogy... Bazd meg! Nehogy... Bazd meg. Megfolytatod, jó van? Nehogy meglássak már most akkor a fegyver. Én bazd meg! Hát igen, maga ajtót gyorsan, azt még nem is vesztük figyelembe, hogy rongálta itt a alagútnak a bejáratát. Kicsúszod. Na, hagyjon már, elmegy a jobb idős picsába. Tudja mit? Írja alá ezt. Tudom, maga a Shark and Diamond Entertainmentnek a nagy... Most mi van, nem fejezed be a magadnan dolgot? Hát... Jó van akkor. Foskocsög. Azt már dudál a rohadék. Hát bezzarok. Nyugi! Légy türelemmel. Ennek a szarnak idő kell, még beindul. Na. Szóval, akkor az volt a neve, hogy tiszta rutin. Valami ilyesmi volt a küldetésünk neve. Elmentünk két bankba, aztán elmentünk egy külvárosi kis helyre. Engem meglőttek. Ne, szemet. Szemet is, csak őt engem kiküldtek. Ilyen váltságdíjként vagy miként. Szerintem bent tartották, hogy szarrá verjék. Frankie meg bejött. És megmentett minket. Aztán egy kopasz fickót sárga autóval üldözött. És nem hiszed el, milyen jó pofa volt. Elkapta és megölte. Nem áll. Hát te. Aztán volt néhány versenye is. Meg elment Morellóval, Salierivel egy pizzériába. Ott megtámadták őket. Hát ott sajnos meghalt. Ne. Remélem rám, nem ez a sors vár. Á, Tomi. Rád nem ez fog várni. Rád sokkal jobb. Te nem halsz meg ott a pizzériában. Ó, az fasza. Egyenesen király. Ó, vissza is tértünk. Dünnyi nennyanya! Imádom ezt a helyet. Ez a legjobb. Így. Szállj ki! Fassza. Na, srácok! Kösz, hogy néztetek, iratkozzatok fel a csatornára. Kövessetek YouTube-on, bár ez majdnem, hogy egyet jelent. Van Facebook oldalunk is, ott is kövessetek. Hát cikeljétek az Zoldalt.
és ja, pacsi.